most leszek 50 éves, és úgy döntöttem, hogy nem egy nagy 50-es kresztáblában szeretném valami szórakozó helyen tölteni ezt a szép jeles napot, hanem inkább ülnék egy óceánparton vagy vízparton a homokban, és akkor ez most így bekövetkezik mindjárt heteken belül. Olyan régen ismerem az arcodat, annyi filmben láttam, annyiszor láttam, hogy biztos, hogy ezerszer találkozol azzal, hogy azért egy ismerős vagy, hogy rád köszönnek az utcán, vagy néznek, vagy mert hogy tényleg az egyik ilyen hogy mondják ezt, ilyen familiar. Olyan filmekben játszol, amiket nagyon szeretek, amiket sokszor láttunk, egyébként pont így elkezdtünk már erről sztorizni, mielőtt megérkeztél. És arra voltam kíváncsi, hogy látszik-e az arcodon, amikor megjössz, így smink nélkül, az a nyugalom, meg az a bátorság, amit így feltételezek abból, ahogy csinálod a dolgaidat. Például abból, hogy fogod magad, és összepakolsz, és elmész egy évre Spanyolországba, amit mind akarunk, szerintem 25-től 100-ig, de egyikünk se csinálja meg, és akkor te meg így megcsinálod. Hát régi vágyam volt. Nekünk ez minden régi vágyunk. Régi vágyam volt, és akkor úgy alakult, hogy most meg tudom tenni. Igazából én azt mondom, hogy ugye amikor az embernek a magánéletében van problémája, akkor gyorsan elvonul a szakmájába egy kicsit kiteljesedni. Amikor meg a szakmájában egy kicsit már kényelmetlenül érzi magát, valami nem úgy működik, valami nem azt adja, nem azt adom én, akkor hova lehet menekülni? A magánéletbe. És én bemenekültem a magánéletbe, amikor már a szakmában úgy éreztem, hogy itt már nem tudok úgy teljesíteni, vagy belefáradtam, kis kiégés, kis ez, kis volt? Az. Kis kiégés? Abszolút. És így, mivel a magánéletemet én tudtam meghatározni, hogy az milyen legyen, meg mi legyen, meg hol legyen. Így úgy döntöttem, hogy akkor elmegyünk egy évre. És utána jött a Covid, ami még egy picit abban megsegített, hogy így megállt a világ. Viszont jobban féltettek, hogy akkor most így a Covid idején, amikor nem lehet tudni, hogy mi van, akkor pont egy idegen országban akarok menni. Akkor még Costa Ricába készültem, csak bezárt az ország. És desztinációt váltottunk az utolsó pillanatban, és így lesz Spanyolország, hogy onnan tulajdonképpen azért még gyalog is haza lehet jönni. Igen. Amikor egy színésznő olyan sikeres, nem csak az, hogy sok munkája van, hanem ilyen nagyon menő, tényleg ilyen cool cuccokban van, mint te, akkor nem az van, hogy sokkal nehezebb kiszállni, sokkal nehezebb ott hagyni, mert hogy van veszíteni való, nincsen az az érzés, hogy ezt visszakaphatom-e? Nem biztos, hogy ugyanazt vissza akarom kapni, amiből elmentem. Meg ilyen félelem nem volt bennem, mert úgy gondoltam, hogy úgy is lesz valami. És mivel már úgy kezdtem a szakmát, hogy gyereket szültem, és akkor se volt kvázi abban a pillanatban semmi, amikor a többieknek volt, és mégis lett, gyönyörű dolgok lettek. Igen. És aztán utána még szültem még két gyereket, és nem volt egyszer se az bennem, hogy miből maradok ki. Tehát, hogyha az a szerep nem jön, akkor elmegy. Akkor majd jön egy másik. Tehát nem ragaszkodtam semmihez így szakmán belül, ami... Meg hogyha belegondolsz a múlt évedre, mi van az? Mi az a nagy dolog, ami kimaradt volna, hogyha nem csinálod? Igen. Lehet, így is lett volna olyan. Nem, így is lehet. Csak viszonylag... Tehát ez azért egy nagyot kell hátralépni, hogy az ember így tudjon a saját életére nézni. Az, hogy azért... Mindig voltak munkáid, jó munkáid voltak, amit akartál, vagy amire bárki más vágyott volna, és ezek neked megvoltak. Ez a magabiztosság az, amitől ilyen laza tudsz lenni, hogy úgy is lesz valami? Mert te nem tudod milyen, amikor nincsen semmi?
Hát biztos ez is benne van. Biztos ez is benne van, hogy nem, hogy elkapatott a sors, vagy szerencsém volt, mázlim volt, meg biztos nekem is volt benne részem, hogy azok a munkák jöttek, meg ilyen felkérések. De úgy gondoltam, hogy tényleg, majd akkor utána lesz valami. Vagy hogyha nem tudok visszamenni színházba szülések után, akkor majd végülis az is színház, hogyha már ketten beszélgettünk, és egy ember nézi, van ilyen színház is, vagy egy személyes színház. Tehát, hogy valamit úgy is ki lehet találni, meg úgy is jön olyan. Tehát én nem hiszem, hogy szóval nem, igen, ez úgy is lesz valami. És ez mindig működik? Mindig tudom. Mindig jön valami, ami nem tudom, akár jobb, mint a valami? Figyelj, most nem mentem vissza társulathoz, most szabadúszó vagyok. És most érzem meg azt leginkább, hogy milyen az, amikor nincs meg a feladat a következő hónapra gyakorlatilag, meg és a következő milyen? Fél évre. Hát érdekes érzés. El kell engednem a félelmeket, amiket már úgy sikerült is. És akkor van bennem egy nyugalom, hogy majd úgy is lesz valami. Tehát, hogy azért vannak, mert játszom az Örkény Színházban, ugye forgattam a Jimmy-t, az is egy nagyon csodálatos munka volt. Arról majd mesélj, hogy milyen volt, mert egyszerűen a Jimmy az, amiről tényleg, amikor néztem, arra gondoltam, hogy úristen, szóval, hogy így lehet ilyet csinálni, és hogy ez tud olyan lenni, mint amikor tényleg a streaming bármelyik sorozatnak várom a következő részét, és rendesen ki vagyok, hogy miért heti egy. Uh-huh. Igen, egy kicsit úgy voltam én is, mint a Dallas-szal annak idején, hogy nagyon vártam mindig a következő hetet. Isteni volt. Hát, tulajdonképpen a Nagy Ervinnek köszönhetem, hogy én ebben játszom, mert ott már ilyen sokadik fordulós casting volt, és eszébe jutottam, hogy már itthon vagyok. Akkor jöttem már haza Spanyolországból, és mondta ott a casting direktornak, hogy akkor még engem hívjanak már be. És felhívott, hogy figyelj, készül egy sorozat a Jimmy-ről, mondom, ó. Először mit gondoltál, amikor azt mondták, hogy Jimmy-ről? És akkor miért beszélgetünk erről? Jó, és azt mondja, hidd el, hogy ez nagyon komoly sorozat lesz, nagyon jó minőségű, isteniek a könyvek, majd olvasd el, és akkor látni fogod. És tényleg megkaptam a könyveket. De először megijedtél? Hát én azt mondom, hogy mi közöm neki ez? Igen. És aztán elolvastam a könyveket, és isteni volt, szóval onnantól kezdve már, illetve először talán csak a jelenetet kaptam meg a castingra, pont a, nem tudom, az egyik legerősebb jelenetet, amikor ott van ez a verekedés, meg kiborulás. De valahogy ott sikerült jól teljesíteni azt a castingot, és akkor ennyire beválogattak. Mindig ilyen laza voltál, vagy ilyen laza lettél? Hát én nem tudom, hogy ez laza. Igen, hogy ilyen olyan magától értetődően, vagy olyan elengedően, meg olyan, mint hogyha minden egy kicsit ilyen, ahogy reagálsz, ez a mindenhogy jó, meg egy kicsit ilyen tét nélkül, úgyhogy közben ilyen nagyon súlyos dolgokról. Tehát mondjuk a Jimmy, azt gondolom, hogy nincsen olyan színésznő ma Magyarországon, ebben biztos vagyok, aki nem adna nagyon sokat azért, hogy például egy ilyen szuper cuccban benne legyen. Leginkább ugye azért, mert nagyon kevés ilyen készül. Ugye az, hogy mennyire lesz valami sikeres, vagy mondjuk mennyire beszél róla elismerően a szakma, azt mindig csak azután tudod már, amikor lemegy. De hát a Jimmy az, amiről tényleg mindenki úgy beszél, hogy gyerekek, tehát az Arany Élet óta hasonlóan sem méltattak semmit, a kritikusok, a közönség, tehát hogy ez egy ilyen wow. Ugye ezt ott még azért nem tudtuk, ott ezt a legelején. Nem tudtad? Én se tudtam, hogy mi megy el, hogyha elmegy. És nyilván, hogyha nem én játszom, és most megnézem, akkor úgy biztos bennem lett volna az, hogy hát azért ezt jól lett volna megcsinálni. De megcsináltam. Holnap megyek egy díjátadóra, mert jelölt is vagyok ilyen. Nagyon remélem, hogy ezt megnyeritek. Hát meglátjuk. Az kb.
jót tenne a filmnek, vagy nem tudom, vagy nekünk. Vagy szerintem nektek egyébként már nem ezt tesz jót, tehát hogy szerintem nektek ami hát jót ez tesz, egy ilyen vissza meg a filmnek az csatlás. Az, hogyha minden egyes ember, aki látja, mert az utána úgyis a hírét viszi, tehát tényleg az van, hogy de. Valaki látta, és tehát hogy ezt tökre lehetett érezni egyébként a közhangulaton, annak ellenére, hogy ugye nem lehetett a nagy RTL-en elérni, ugye csak az első. Igen. Csak az első részt, és mégis azért ebből, annak ellenére, hogy kis csatornán előfizetéssel vetítették, ez egy ilyen napi szóbeszéd volt. Ezt mondtam, hogy tulajdonképpen ennek a sorozatnak, vagy Jimmynek, hát végül is ő ugye az alapanyaga a sorozatnak, sikerült egységesíteni az országot egy valakinek. Mert eddig, akik szerették, az mondjuk igen. Volt a kétharmad, és most mellé jött az egyharmad. Egyébként ez tényleg így van. A te smintáskádat is elképzeltem, és igen. Hogy abban mennyi cucc van, és egyébként abban bizonytalan voltam, mert arra gondoltam, hogy vagy nagyon-nagyon sok, vagy nagyon-nagyon kevés. A kevés, az igaz. Most mindent összedobáltam, sőt a kislányomnak, akinek sokkal több cucca van, ilyesmi, mint több nekem. Van. És azt mondta, hozzam el az övét, hogy abban legalább van valami. Mert én ilyen pici táskákkal is szoktam járni néha, vagy nagyon nagyjal, vagy picivel, és abba is bele kell, hogy férjek. Tehát ez az alap. Ez. Tulajdonképpen ezt kutyasétáltatáshoz is viszem. Amikor csak egy telefonnál van nálam, meg ez, meg ezt a szádra? Ezt a rózsaszín, és megszínezi a szádat? Ez a számra van, ez egy vazelin, egy ilyen színezett vazelin, és tehát én enélkül nem is tudnék létezni. Ez a te szent grálod? Abszolút. Tehát a lakatlan szigetre ezt vinném. Mióta van veled, vagy mikor találtál rá? Én ezt négy éve találtam Amerikában, és akkor vettem egyet, de hát annyira megszerettem, hogy utána, amikor jött ismerősöm Amerikában, akkor kértem, hogy hozzon, és jó sokat hozott, úgyhogy mindig van belőle. Mi a sminkhez egyébként a viszonyod magánemberként, tehát nem színésznőként, ami nyilván a munkához tartozik, gondolom, hogy a számát nem tudod, hogy hányszor sminkelted magad előadások előtt, de azok, Az szerep, tehát az, ami kell, ami a kelléke annak a munkádnak. De ami azon kívül van. Hát ez nagyon alap. Abszolút. Tehát ez a piros lámpánál sminkelős típus vagyok. Tehát 5 perc alatt is, háttal, sötétben? Hát meg még annyi se kell, mert tényleg néha azon szorogozom, akkor nem is akkor piros lámpánál, amikor megyek mit tudom én, valamelyik úton, ahol ilyen buckák, vagy ilyen fekvő rendőrök vannak, hogy úgy ki tudom-e magam spirálozni, hogy nem is nézem a tükröt, és még áthajtok a buckán is. Ilyet ne is mondjam, mert közlekedés biztonsági szempontból ez nagyon aggályos. Igen, igen, de nem jön senki szembe, vagy ilyen nagyon de, hogy kis a buckával igen, a szempillában. Igen, hogy az rásegít, vagy mellé megy. Nem, szóval tényleg ez az alap, ez a száj, akármi. Rakj ki nekem azt, amiből a piros lámpánál. Még csinálj egy ilyen hosszabb piros lámpa. Ez az alap, mész egy hogyha megbeszélés. Igen. Úristen, figyelj, ennél nincs. Figyelj, ott látom, és ennél, nincs már. És már nincsen. Figyelj, úgyhogy ezt kérjük vissza. Hajtom, és keressem, és figyelj, az egyik ennél jobb cucc, igen. Az. Na szóval, hogy ezt így ide, mert nekem nagyon barna itt a szemem alatt, meg így a szemem környéke. De ez fáradtságfüggő is, nem? Nem, hát ez szerintem ilyen pigmentáció is leginkább. És nagyon világosak a szempilláim, tehát most nem is sminkeltem ki. És nekem is, neked is világos szemelő, és teljesen más, hogyha van szempilla, vagy ha nincs szempilla. Úgyhogy majd mindjárt gyorsan rakok. Igen, tehát, hogy itt a szempilla. Ez az alap. Annyi, amennyit most majd megmutatsz, annyi mindig van rajta? Tehát amikor reggelen indulsz, annyit mindig teszel fel, vagy azért inkább smink nélkül éled az életed, és hogyha van valami, akkor... Hát, hogyha van valami, akkor, de egyébként én, hogy otthon, vagy a boltba, vagy... Tehát a boltba lemész, akkor nem. Nem. Tehát nem az, hogy nem mész utcára smink nélkül. Nem, az nincs. Én abszolút megyek smink nélkül utcára.
Aztán ez egy ilyen, ki mit akar gondolni, azt gondolja. Ez egy ilyen kellék, vagy ami szükséges, vagy van olyan, amikor kifejezetten mondjuk így örömödet leled, vagy lelted. A sminkelésben? A sminkelésben, akár kamaszként, vagy amikor elkezdtél színésznőként dolgozni már színpadon. Nem, nekem nem volt soha. Illetve hát kisgyerekkoromban, amikor az anyám húzta tussal, még így külön ecsettel, meg ilyen kis tégelyből húzta magára a tust, azt úgy mindig csodáltam. És aztán néha beszabadultam a szobájába, és akkor elkezdtem én is magam kenegetni, de annak az lett a vége, hogy vagy zöldre kentem egy idő után az egész arcomat, vagy feketére, úgy elkezdtem, és akkor elkezdtem elrontani, és aztán a vége egy ilyen nagy folt lett. Ez volt a sminkkel a viszonyom kisgyerekkoromban, aztán utána jött a... válni, amikor? Még volt egy ilyen 16 éves korom körül, amikor már mazsorettel jártunk Németországban, meg körbe Európában, és akkor már versenyeztem is a versenytánccal, akkor elkezdtem egy kicsikét, és akkor volt az a kék korszak. A kék szemceruza és a kék szempilla spirál, és mindenről nagyon kék volt. Azt így láttam most egy fotón, és ez rettenetes volt, de mindegy. Volt egy ilyen, de a rúzsokat nem szerettem. Attól mindig köhögök, úgyhogy nem is használok igazából. Köhögsz a rúzsok? Azt ez, hogy köhögnöm kell, így köhögtet. Úgyhogy ez ilyen... vagy. Hát azok a vastag rúzsok, meg nem is nagyon szeretem, mert így elvékonyítja a számat. És viszont kellett, mert egyen rúzsunk volt még a mazsorett idején. Mindenki kapta a misztik rúzst, ilyen nagyon rózsaszín volt. Úgyhogy azt kellett használni, de nem ez volt. Tehát egy versenytáncos koromban, és amikor elmentünk versenyre, akkor nekem nem ez volt a fő szempont. Tehát ott más nők, ilyen A-kategóriás verseny, ez már nagyon a teteje, onnan már csak a profik vannak, az underclass, és ők már fújták magukat, meg kenték ilyen barnítókrémmel, meg műköröm, meg nem tudom, műszempilla, minden volt. Én meg oda mentem, így felfogtam a hajamat ilyen csúriba, vagy nem tudom, vagy egy kis konyba, és hát valamit úgy magamra kentem, de tudom, hogy engem inkább nyomasztott az a része, hogy ennyire kellene nekem is ezt csinálni, és engem meg nem érdekelt, hanem már bent a mozgás érdekelt a parketten. Úgyhogy nem a külcsíny annyira. És ez így is maradt? Egyébként közben így, hogyha... Kezdjem el? Ha ennyi, ja. Akkor ennyi. Hát ez az a... Na, de figyelj, akkor még gyorsan elmondom. Na, mondtam, elmondom. Még miket hoztál, mert mondtam, hogy ha van bármi olyan, ami... Na, akkor inkább ez a napi rutin. Jó. Mert ez a, hogyha valahová elmegyek, mondjuk okay. Már... Szinkronban már megcsinálom, pedig ott nem lát senki. De hogy a napi rutin, ami az alapja mindennek, és nagyon sokat kipróbáltam, sokat hát próbálgattam, az ez. Tehát tényleg? Ez, imádom. Ezt imádom. Ez az alapja, tehát ez az éjszakai krém, akár a reggeli krém, de most a reggeli... Ez a krémed? Ez. Tehát ezt használ este lefekvés előtt? Abszolút. Abszolút, és reggel is ezt használtam, de mostanában egy kicsit rászoktam, hát nem mostanában egy ideje, arra, hogy olajakat használok uh-huh. reggel, és van, ez most az Adrien Feller beöntöttem bele, de most nem azt használom, hanem egy csipkebogyó C-vitaminos olaj, nagyon jó, nagyon szívja be a bőröm az olajakat, és van egy másik, ez pedig Amalfiból hoztam, ez meg citromolaj, zseniális illata is van, meg minősége. 600 kg citromból készítenek egy liternyi olajat, olyan tömény, úgyhogy ezt úgy szoktam, hogy egy másik olajba belecsöpögtetek. És akkor azzal össze? Három cseppet, és úgy viszem fel az arcomra. Nagyon vigyázni kell, mert ugye, hogyha a nap megsüti a citromot, akkor bebarnul az ember bőre. Úgyhogy ezek a reggeli olajak, még van egy ilyen kis mandulolajam, meg kókuszolajam is, ez az illat, ez a... Fényesszencia. Igen. Imádom. Ezt úgy csináltam, hogy kivittem magammal a Amalfiba, pedig hát ott volt citrom, de ebben is ilyen citrusok vannak,
és benöntöttem a kezembe, és miközben szívtam, néztem így a tengert, és azóta, hogyha ezt, az. Hát ez hozza vissza az illat, az egész érzést. De hogy a szemed beleszagolsz, és ott a tenger? Ott vagyok a teraszon, előttem a tenger, itt a hegy, és így jön az egész. Szóval, hogy ez egy ilyen minden emlék is, meg minden jó. Szóval ezeket szoktam így reggel magamra kenni, és imádom az olajat az arcomon. És lehet, hogy fénylik a polton, amikor lemegyek, meg most is így jöttem egy kicsit fényesebben, de... Szép a bőröd. De nem zavar, mert jól esik. Meg én még egy fényvédőt láttam. Ja, igen, most már elindult a fényvédő, ezt még Spanyolországban vettem. Ez 30-as, de van egy 50-es verziója is, de most még talán elég a 30. Itt meg a spanyol tengeri. Az eszembe, igen. Úgyhogy van ilyen. Ja igen, itt a csipkebogyó. Ez egy ilyen nagyon egyszerű tulajdonképpen. És akkor, hogyha elkezdem magam ilyen kicsibe sminkelni, vagy a... És ez az illat, ezt is elhoztam, ezt imádom. Ez meg a Rituals-nak egy illata. Ilyen puderes egy picit ilyen, vagy ilyen. És ez elvileg férfi, de inkább unisex. Mm. És ámbra van benne, amitől oda vagyok. Olyan érdekes, annyi csajjal beszélgettem már, de ennyire... Annyi érzelem van mindenben, ahogy egy olajról beszélsz, meg ahogy megfogsz, és mindenhez tartozik valami, hát, valami sztori, hogy... Igen. A sztorikat nagyon szeretem kötni az illathoz is, meg az ékszerekhez. Tehát, hogyha elmegyek külföldre valahová, de akár csak, hát jó, nem, már mindegy, nyaralni, vagy bárhová mentem, mindig vettem egy kis ékszer. Nem kell, hogy drága legyen, csak hogy... És azt, amikor fölveszem, akkor az oda köt. És akkor mindig van egy ilyen plusz élményem, megérzésem azzal kapcsolatban, és valószínűleg ezekkel is, tehát ezzel így oda kötődöm. Mert mindegyik kap még egy ilyen pluszt, amit csak én tudok, de nem használati cikkek, hanem érzések. Most lehet, hogy marhaság, amit kérdezek, de te nem írsz könyvet, vagy nem akarsz regényt írni, vagy nem? Hát már mondták, hogy írjak, de figyelj, hogy így, ahogy neked válaszoltam az SMS-ekkel, tehát egy szót írok most oda, tehát nem vagyok grafomán egyáltalán. De ez nem kell, nem csak, hogyha ennyire sztoriban gondolkodsz, meg ennyire hát inkább érzéssel, meg... Hát képek is jönnek. Képek is jönnek. Van már egy ilyen rajzfilm terve is. Rajzfilm? Hát nem tudom, csak megy egy mozi a fejemben, igen. Egy ilyen animációs rövidfilm. Majd egyszer lehet. De most valaki más is kérdezte, én nem akarok egy könyvet írni. És most volt egy, vagy van egy előadásunk, közben elkezdem, amiben így magunkról beszélünk. És elkezdtem írni ahhoz ilyen... Hát, hogy ilyen pár, mit tudom én, ilyen vezérfonalat, és akkor úgy nem vezérfonal lett, hanem így elkezdtem irogatni. Aztán abba hagytam, de lehet, hogy majd folytatni fogom egészen, mert sok minden van, amiről lehetne beszélni. Meg mi az van a legtöbb amiről... kedved? Utazol? Táncolni. Nagyon hiányzik a tánc az életemből. Igen? Uh-huh. Igen. Nem is táncolsz? Hát nem, most elkezdtem, és az meg tök jó, egy barátnőm elvitt, mert vagy hogy táncolni egyébként? Tehát melyik hogy táncolni van kedved? Hát... Mindenki érti, mit akartam kérdezni. Hát úgy, ahhoz is van kedvem, hogy péntek este elmenni táncolni valahová, de inkább egy picit olyan komolyabban, vagy valahogy a mozgás jöjjön vissza. Tehát mit tudom én, tangozni egy szép szívfacsaró tangóra, amiben benne vagy? Meg a latin táncokat, meg mindenfélét. Tehát még majd, nem tudom, hát majd lehet, hogy lesz már lehetősége, majd meglátjuk. Igen. Tehát még úgy egy picit ezt a részét, meg egy kicsit a mozgást, színházat, meg még egy kicsit így összekevergetném. Van némi dolog a fejemben, majd ha megvalósítom, akkor majd
De ahhoz itthon kell lenni. Nem? Hát itthon nem is. Akarok okoskodni, de ahhoz... ahhoz hát igen, vagy meglátjuk. Hát a tánchoz nem is kell nyelv. De összepakoltatok, elmentetek egy évre Marbellára. A gyerekek oda jártak suliba, és amikor az ember elmegy valami nagyon klassz helyre, ugye akkor azért az emberek 99,9%-a nyaralni megy, amit nagyon vár, és akkor az egy ilyen ünnepség az évben. Igen. És akkor így kipakolsz ott, ahol laksz, és arra gondolsz, hogy még 9 napon van itt, pakolok, megyek haza, és már abban a pillanatban elindul egy ilyen, mint egy ilyen bomba, igen, ami elkezd visszafele. Egy gyomorideg. Igen, hogy akkor így ennek vége lesz, pedig úristen. Amikor az ember egy évre megérkezik, akkor nem indul el semmilyen ketyegés, hanem még kipakolsz, és akkor meddig vagytok itt? Egy évig. Hát igen. Nagyon érdekes volt, mert az első két hét azért az még úgy telt, hogy na, akkor így nyaralunk, akkor nyaraljunk. Mert ez a reflekt, azért, tehát abban van már rutinom, hogy milyen nyaralni. Én mentetek a strandra törölközővel, és rendes nyaralás volt? Abszolút. De jó, de már első nap, tehát hogy reggel leszállt a repülő 10-kor, isteni volt így kiköltözni valahová, hogy 3 óra alatt már ott vagyunk, és gyakorlatilag nincsen visszafele jegyünk. És már rögtön mentünk le persze a tengerpartra, és akkor ott a havokban ott ugráltunk. És aztán eltelt ez az első két hét, és utána már mondjuk feladatunk is volt, meg kellett kezdeni iskolát keresni, mert úgy mentünk ki ugye utolsó pillanatban, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Lakásunk úgy volt, hogy egy barátnőm ott él, és nekik volt egy kis apartmanjuk, és akkor azt kivettem. Tehát akkor tudtad, hogy jó igen, helyre már mész, tehát, hogy... ott fogadott minket, de iskola az nem volt meg. Abban ő is segített, meg mások is így ajánlgattak, mert hát fogalmam nem volt, hogy mi van a környéken. És aztán így egy-két hét alatt sikerült iskolát is találni, de abban is el kellett dönteni, hogy most állami iskolába adjam a gyerekeket, vagy... Ezt hogy döntöd? De amikor magadról döntesz, és azt mondod, hogy most itt vagyok, és ezt csinálom, vagy ezt hagyok ki, vagy ezt nem hagyok ki, tök mindegy, akkor így... De az, hogy két gyereknek iskolát választ és eldöntsd, amiről egyébként hát honnan tudhatnád, hogy mi a legjobb, hát tehát még csak kapaszkodót sincsen. Hát ezt is így hozta az élet, hogy elmentünk megnézni állami iskolákat is. Kicsit olyan fura volt egyik másik, egy kicsit ilyen lepukkant, meg akkor csak spanyol tanultak volna. Aha. Akkor megnéztünk ilyen nagyon drága angol iskolákat, ilyen British School, meg ilyen egyenruhás. Igen. Az meg a másik véglet volt, az meg nagyon drága volt, úgyhogy a kettő között találtunk egyet, ami még egyenruhás, viszont már nem úgy állami, hanem ilyen magánszerű iskola. Az egyik a Boldizsának találtunk egy ilyen spanyol-angol, két tanítási nyelvű iskolát, és Borikának ott már nem volt hely, úgyhogy neki meg egy angol iskolát találtunk, de nagyon figyelj, amikor felvették az egyenruhát, meg kellett venni az egyenruhát az El Corte Inglésben, az is már nagyon jó volt oda menni, egyenruhát venni, és első nap így bementek a suliba, hát én ott még ott maradtam egy kicsit az autóban sírni, hogy ez így megtörtént, és hogy ők ilyen bátrak, és ennyire csinálják, és mennek, és hisznek benne, hogy ez jó lesz. Mert gondolom, bennem is nem bizonytalanság volt, hanem azt látták rajtam, hogy ez az élet legnagyobb rendje, hogy ez most így történik. És hát ott bent már nekik volt dolguk. Nem voltál bizonytalan? Nem volt az, hogy azért oké, ez az élet legnagyobb rendje, de azért egy másik országban hiába csak 3 óra repülővel felelős vagy két gyerekért, azért, hogy mégiscsak oké legyen a suli, hogy messze vagytok attól, ami azért így a köldögzsinór, hogy itthon mindenkit ismersz, hogy téged is ismernek, hogy van kit hívni, tudod, hiába van kint egy barát vagy barátnő, azért nyilvánvalóan más. Hát más, de igazából engem is ez nagyon vonzott, hogy én hogy tudok így helytállni egy ilyen helyzetben, meg tényleg, amikor nem az van, hogy felhívom XY-t, hogy valamit intézzen el, vagy azt a sulit kicsit puhítsa meg, vagy bármi, hanem,
hanem mentem, mert az állami iskolához el kellett volna intézni az állandó lakcímet. És a barátnőm még meg is engedték, hogy a lakcímüket bejelentsem. Háromszor elmentem a, nem tudom, ilyen ajuntamentóba, az önkormányzatra. Háromszor el is küldtek, hogy még ez a papír. Tehát itthon nem biztos, hogy már belekeveredek egy ilyen helyzetbe, hogy akkor mindig elzavarnak, és ez nagyon vicces volt egyébként. Tehát maga a helyzet. És aztán feladtam, és mondtam, hogy akkor nem megyünk állami iskolába, akkor megyünk a másikba. Szóval kell egy tehát hogyha nagyon masszív ötletekkel megyek, azt nem tudom megcsinálni. Ja. Tehát kellett benne egy ilyen flexibilitás, hogy majd ami jön, és aztán, hogyha hagyom, hogy ő jön, akkor úgyis az jön, aminek kell jönnie. Például nagyon rágölcsöltem arra, hogy mert mindenképp azt szerettem volna, hogy a két gyerek egy suliba járjon. A Borika miatt, mert ő egyáltalán nem tudott angolul, Boldi már valamilyen szinten volt, és hogy akkor majd ott segítik egymást. De mivel Borinak nem volt helye, ott nagyon próbáltam ott még a szülő kapcsolattartó hölgyel, még irogattam rá, hogy akkor most mondja már, hogy akkor lesz hely, nem lesz hely, és így a nővéremmel beszéltem, azt mondja, hagyjad, hát azt mondja, mert úgyis sokkal jobb lesz, mint amihez most ragaszkodsz, és így is lett, tehát neki volt igaza. Mert sokkal jobb iskolát találtunk a Borinak. Amikor, ugye egy Montessori. Aha, igen, egy ilyen nagyon kis barát, vagy ilyen családias környezet volt. És amikor, most ezek ilyen technikai részletek, de ki cuccol az ember, lerakja, kipakol, belakja a lakást, van a gyerekeknek iskola, és akkor nem tudom, egy pár hét után már az az életetek. Tehát akkor már tudod azt, hogy nem hazamentek, meg nem kipakoltok, hanem most akkor ez van. Igen. Mit csináltál egész nap? Felkeltél, elvittél a gyerekeket iskolába, és? Igen, még az hozzátartozik, hogy aztán lakást váltottunk, mert egy ismerős is adott ki lakást. Mindegy, meglátogattuk egy ismerősömet, akkor találkoztunk először, az ő gyerekei is ide jártak, ahova az én gyerekeim, és így összehoztak bennünket, és meglátogattuk őt Marbellának a másik oldalán, és mondta, hogy hát megmutatom azt a lakást, amit mondtam, hogy esetleg ide is jöhettek, de mondom, azt úgy mondtad, hogy ezt ki is vehetjük? Hát azt mondja, persze. Megnéztük, és gyakorlatilag a tengertől, nem tudom, 300 méterre, egy 80 négyzetméteres tetőterasszal, tehát a hálószobámból így láttam a tengert, meg a morajlás az mindig ott volt a fülünkben, úgyhogy oda átköltöztünk végül is. Úgyhogy ott nem volt nehéz felébredni, volt, hogy fölmentem csak napozni egy kávéval a tetőteraszra, de minden nap lementem a partra, vagy akár kétszer is, de nem ez a napozás, hanem vagy sportolni, vagy csak sétálni, vagy csak ülni. A naplementét mindig megnéztem, ha tehettem. Remélem nem látszik az arcomon. De, az egy kis alapot adjak, mert a sárgasságot az a pokoli sárga, mardosó irítség, amit érzek, hogy ráadásul ilyen teljesen arcátlanul beszélsz arról, a lazulásról és egyszerűen jó létezésről, igen. Ami ilyen Julia Roberts filmekben szokott lenni, a 8 perces highlight, ami a rossz előtt jön. Hogy ilyen, ezt csináltad egy évig. Hát ezt, és aztán persze ott a ilyen, hát jó. Lettek ismerősök, meg nem tudom, és akkor el kell oda. Szóval akkor már egy kávéztatok is, meg ilyesmi, ebédelgettetek, gondolom, kis tengergyümölcse ez az. Igen, nézte, ott nyitva voltak a csiringítók a Covid ellenére, és akkor ott kiültünk, meg lehetett kávázni, meg kávézni, mind a kettőt, és meg elvittek padelezni. Uh-huh. Ezt is megmutatták, hogy ez milyen sport. Még azt is csináltad az egy év alatt. Hát igen, nagyon élvezetes volt. Igen. Emberek ezért mennek el 2 hétre Nepálba. De ez mégiscsak 2 hét.
meg akkor így ilyen instant, így próbálod a cheat magadévá tenni. Igen. Figyelj, volt ott nekem azért mély repülésem is. Tehát az, hogy valamit itt hagytam, amiben kiégtem, és nem tudom, meg ez az egész, hogy akkor hogyan tovább. Hogy kerestek egyébként itthonról? Tehát volt olyan, hogy nem tudom, lenne feladatod, mikor jössz már haza? Igen. Vagy kellett nemet mondani olyanra, amit, hogyha itthon lettél volna, akkor tudod, hogy megcsinálsz, elválasz? Hát az nem biztos lett volna olyan, amit elvállalok, de nem volt sok megkeresés, a Covid is volt, úgyhogy nem volt igazán sok megkeresés, de szóval, hogy azért mégiscsak egy csomaggal mentem ki, tehát ott volt egy szétment magánélet, volt egy kiégés a színházban, tehát ezt azért elvittem magammal, ezt a sok mindent. Ezzel dolgoztál egy évig egyébként? Tehát most a viccet félretéve meg értem, hogy kávé meg káva, de hogy valójában itt nyilván persze. Ez azért valamiről, ennél egy sokkal fontosabb, meg nagyobb dologról szólt ez az persze, egy év. Ez mind benne volt az álmom, az a sok régi álmom, hogy egy évig máshol lenni, hogy a gyerekek tanuljanak nyelvet, hogy én magam alkalmas vagyok-e arra, vagy kíváncsi voltam, hogy egyáltalán összetoljon magam egy ilyen helyzetben, vagy bele tudok simulni. Ez is, meg ez a sok minden, ami még jött. Hogy hogyan tovább, mi érdekel, mi nem érdekel. És ezekkel egyébként egy év alatt tudtál mit kezdeni? Nem, én ezekkel még mindig... Igen, ezeket még azért haza is nem hoztad? Nem mindet, nem mindet, főleg így a szakmai részét hoztam haza. A szakmai részét hoztam haza. De mit? És... Tehát mi az, ami... Hát én úgy mentem el, hogy visszamegyek a színházhoz, és nagyon nem volt szép dolog tőlem, de már nem mentem vissza a színházba. Miért? Mert már nem akartam ugyanabba, már annál már... De vártak vissza. Igen, abszolút. Abszolút, de nem, és nem azért, mert egy másik színen szív volt, vagy nem tudom. Tehát, hogy én már nem akartam ugyanazt a rendszert az életemben. Kicsit ez a függetlenség, ez nagyon csábító, hogy egy ember maga dönts el, hogy mit akar. De a függetlenségben nincs benne azért, vagy hát nyilván van benne, van egy bizonytalanság, és amiről egyébként pont beszéltél még az elején, hogy azért az a komfortos, nem tudom, biztonsági háló, amit mondjuk egy színház jelent, meg egy szerződés egy színházhoz, ráadásul egy klassz színházhoz, ahol nagyon jó dolgokban játszol, jó darabokban. Amikor az nincsen, akkor utána az ember kicsit ilyen magára hagyottabb, vagy... Hát nagyon, persze, mert ott van, hogy akkor ugye a megélhetés az alap. Másrészt az, hogy nincs szükség rám, ilyen érzésem nem volt, mert az nincsen. És az, hogy beosztani a saját napodat, hogy mindig azért valami, nem mondom, hogy mindig kell valami feladat, de hogy úgy, nem tudom, menjél emberek közé. De akarsz dolgozni, játszani? Tehát, hogy hiányzik, vágysz rá, hogy vagy ez a kiégés azért egy kicsit így megmaradt? Hát igazából annyira jól jött ez a Jimmy, mert az a típusú színészet, az, ami egy filmforgatáshoz kell, az egy kicsit közelebb állt hozzá, mint hogy most kiálljak 600 ember elé a színpadra, és olyan nagyok. Most ezt lehet, hogy nem fogom tudni ezt a túlsvonalat. Ilyen, hagylak, csinálj, nem, hagylak addig. Tehát, hogy... Meg kicsit meg ki van száradva. Tehát inkább így a filmes közeg, ami jobb érzés volt, vagy biztonságosabb közeg volt, hogy mert azért úgy befele fordultam valamennyire, és ez az intimebb közeg, ez sokkal jobban jött most nekem, amikor visszajöttem. És ez az éjség nem jön vissza? A színpadi? Aha, a színház fele. Tehát nincs benned ez a... Nincs. Hogy így szépen lassan... Nem? Nincs? Nincsen ilyen fülpiszkálód. De ott van.
Ott köszönöm. Hogy ez nem... Figyelj, én sokat én járok színházba, és nézem, és közben nézem magamat is, hogy én most ebben játszanék, vagy nem játszanék. Persze ez is belefér. És 2 éve járok színházba így, és talán 2-szer volt az bennem, hogy na, ebben játszanék. Igen. És ez biztos ez színházon is múlik, vagy az adott előadáson is múlik, meg magamon is múlik, hogy mi az, amit én már úgy gondolom, hogy az még úgy jó lenne. Nem tudom. Hát akinek az előadásait nagyon szeretem, azt mondjam? Igen. A Tarnóczy Jakab, a Katonának a rendezője, és már 2-szer dolgoztunk együtt, egyszer, amikor a vizsgálóadásába hívott, és egyszer pedig, amikor én hívtam őt a Táliába, a Téli Kertben, hogy ott rendezzem. És nagyon gyönyörű darabokat rendezett, és most is nagyon jókat rendez. De azért olyan, mint egy Jimmy, nem jön fél évente. Hát, azt tudom. Nem, azért kérdezem, hogy mi a terv most, hogy itthon vagy, szabadúszó vagy. Szabadúszó vagyok, hívtak az Örkénybe, azt elvállaltam. Ott a Black Riderben játszom, és az meg azért nagyon tetszett, mert hogy az meg egészen más, mint amit előtte csináltam. Egy ilyen jó, ilyen abszurd darab, énekelni kell benne, jó a közösség. Nagyon jó volt együtt dolgozni a Polgár Csabával, a rendezővel. Palit is ismerem már régóta, főleg a terápiában volt ilyen közös, hosszabb munkánk, és nem már feknek, már kerekedik a szemem. Úgyhogy ezt elvállaltam, és azt nagyon élvezem. Egyébként meg amit nagyon szeretek még csinálni, az egy improvizációs est, egy ilyen párkapcsolati problémákat boncolgató, humoros, improvizációs est. Hát úgy humoros, hogy így humorral közelítjük meg azokat a fontos dolgokat, amiket úgy bele kellene szépen építeni egy párkapcsolatba. Mennyire tervezel? Hát igazából nem. Mert most meg aztán végképp nem tudok tervezni. Illetve amit tudok tervezni, ez az utazás. És? És utazom is. Most leszek 50 éves, és úgy döntöttem, hogy nem egy nagy 50-es kresztáblával szeretném valami szórakozó helyet tölteni ezt a szép jeles napot, hanem inkább ülnék egy óceánparton vagy vízparton a homokban, és akkor ez most így bekövetkezik mindjárt heteken belül. Ilyen hosszúra gondolsz, vagy amióta hazajöttél, nem tudom, azóta mennyire vágysz arra, hogy újra úgy pakoljál ki, hogy nincsen visszajegyed, hogy ez mennyire maradt erős, vagy mennyire tudod azt, hogy ennek még kell lennie, vagy ez meg volt egyszer, és ki akartad próbálni, és pipa? Nem, én azzal nyugtattam magam le, amikor haza kellett jönnünk, hogy ez egy átmeneti állapot. Az itthon lét egy átmeneti állapot. Tehát ott most csak transfer vagy? Igen, és nem is pakoltam ki mindent direkt, tehát még maradtak becsomagolt dobozok. Nyilván azokat így lehetne kidobni, mert nincs is rá szükség, hogyha most lassan 2 éve már nem volt rá szükség. És azzal nyugtattam le így a lelkemet, vagy az agyamat, vagy nem tudom, hogy ez egy átmeneti állapot, hogyha fél évig tart, ha 10 évig tart, de nekem még majd, én majd még úgy is megyek valahová, vagy majd egyszer. És a gyerekek is. Igen? Ebben maradtatok, hogy ennek lesz folytatása? Nem maradtunk semmiben, de a gyerekekben is szerintem ez benne van. Hova mennél? Hol laknál egy évet? Mi az, ami mondjuk így... Egy évet megint? Aha. Ja. Hát
nem tudom, most elmegyek Costa Ricába, megnézem, hogy ott De ez ilyen terepszemlének fogod fel? Hát nem tudom. Lehet, hogy Amerikát is kipróbálnám egy ideig, de aztán lehet, hogy annyira európaiak vagyunk, hogy itt azért könnyebben meglépjük azt a változást. De ez a transfer, ami most éppen töltesz ki, vársz az átszállásra, ilyen hosszabb távon gondolkoz? Tehát, hogy ilyen nagyobb időszakban, mint mondjuk tényleg hónapok, az vagy elutazás, akár évek? Egy újabb tehát, hogy, elutazás? Igen, tehát, hogy most csak arra gondolsz, hogy jó, még erre, arra barangolni, csatangolni, ezt megnézzük a gyerekekkel, azt megnézzük a gyerekekkel, vagy pedig tényleg az, hogy lehorgonyozunk és kipróbálunk élni máshol? Hát inkább az utóbbi. Élni? Miért? Nem tudom. Valahogy vágyom rá, és nem, tehát nem teljesen elszakadni így Magyarországtól. De ez még erősebb, mint mondjuk még egy szerep utáni vágyad? Vagy ne arra, hogy ilyen marhaságokat kérdezek, de tényleg kis röhögsz még. Hát hogyne, persze. Igen? Igen. És akkor az hol van? Nem tudom, majd megjön. Hogyha jönnie kell, megjön. Nem tudom. Mi az, amire most a legerősebben vágysz? Amiről tudod, hogy akarod, és mozgat, és hajtja a szívedet, és vágyakozol? És nincs az első százban szerep, most megértettem. Most egy picit úgy vagyok, hogy nincsenek ilyen görcsös vágyaim, mert akkor valamire mindig vágyom, és akkor nem tudok ott lenni a mában, hanem mindig arra koncentrálok, hogy akkor még az, meg az, meg milyen jó lenne akkor, hogyha az. Nem, most jó, ami van, és hogyha úgy, majd amikor az, hogyha eljön egy olyan, amire esetleg így gondoltam, hogy jó lenne, akkor meg annak nagyon fogok örülni. De ezek a görcsös vágyak már nincsenek bennem. Nincs, mert akkor csak csalódott leszek, hogyha nem De soha leszek. Nem voltál csalódott, mert mindig volt. Mindig beteljesedett az is, amire De én nem vágytam szerepekre se soha. Én nem vágytam azokra a filmekre, amiket eljátszottam. Arra vágytam, hogy forgassak. De ilyen konkrét vágyam nem volt. Nem voltak szerepálmaim, hanem jöttek azok, amikről álmodozottam volna, igen. De nem. A gyerekekre is úgy vágytam. Hiányérzet sincsen? Tehát, hogy így valami nem volt még meg? Szakmán belül? Hát figyelj, olyannyira nem, hogy most úgy nevezem magam, hogy diafilm színésznő is lettem, egy animációs filmben is játszom, aminek ma lesz a díszbemutatója. Tehát, hogy nem. Én szerintem itt, amit így a szakma adni tud az embernek, azt én nagyon hálás vagyok érte, hogy én azokat megkaptam, és nyilván még és gyönyörű szerepek. Kaptad meg, hogy ilyen emberfeletti módon akartad volna. Nem volt bennem ilyen. Ahogy ez a szakma se volt bennem, hogy én színésznő akarok lenni minden áron. Ha fölvesznek, akkor megyek, ha nem, akkor nem. Akkor... De akkor jól alakult, így azért hát szumázhatjuk, nem? Hogy azért hát egész klassz lett így ez az egész dolog. Nyilván, hogy a szakmának is vannak még nagyon szép szerepei idősebb korban, meg nem tudom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy na én itt a csúcson vagyok, és akkor most nekem már úgyse jöhet. Tehát semmilyen, én nem abszolút nem van az érzem, hogy ebben semmi arrogancia. Meg hálás vagyok az eddigiekért. Tehát, hogy ezért is nincs az bennem, hogy most én így nagyon, na még azt el kellene játszani. Hát, majd ha olyan jön, amit el kell játszani, akkor azt el fogom játszani, biztos. De ha mondjuk nem jönne már semmi. Akkor ki kell találni, hogy akkor miből élünk meg. Akkor nem tudom, akkor előveszem a... Nyilván ez nem lesz, de most csak így... coach diplomámat, és akkor azzal. Meg most készítettem ékszereket, tessék. Ezt te csináltad? Igen. Azt néztem már az elejétől kezdve, amikor leültél, hogy mennyire szépek. Igen.
Gimnazistaként készítettem ékszereket korábban, de ez most egy hónapja. Látom, hogy a kosztarikai piacon árulsz hétvégenként kézműves ékszereket, tudod, Magyarország top színésznője, és így megtaláltad magad ebben a... Hát, figyelj, nyilván, amikor olyat csinálok szakmán belül, ami nagyon engem Jimmy, is tört, a film, amikor izgatott voltál, és nagyon, benne voltál, és vágytam, fel voltál villanyozva. Abszolút. Tehát, hogy nincs bennem egy ilyen olyan fajta kiégés, hogy most semminek nem tudok örülni. Imádtam forgatni, és el is húzódott a forgatás, majdnem egy év lett belőle. Egy kis ilyet, ez nem rúzs, csak valamilyen fény. Tehát én örültem a legjobban, hogy ilyen hosszan tart, és csúszik a forgatás, mert még mindig volt napom, és még visszamehettem forgatni. Tehát azt imádtam. Tehát ilyet még, na, hogyha vágynék valamire, akkor egy ilyen típusú, vagy ilyen típusú sorozat, vagy egy jó film, vagy ilyenekre, vagy kettő. Na jó. Ilyenekre, hogyha nagyon ki akarod húzni belőlem, hogy nem, vágyom, csak kíváncsi, akkor arra vágyom. Igen. Forgatni nagyon szeretek. Ja. És aminek tudom, hogy milyen látom a végét. Aha. Tehát, hogy azért is van, vagy így egy kicsit a filmhez közelebb érzem így, nem tudom, vagy a mostani álláspontomat, vagy az életérzéseimet, hogy tudjam, hogy mi a vége. És hogyha most rábökhetnél a térképre, és azt mondják, hogy úgyis már csomagot fele össze van rakva, mert még nem pakoltad ki. Hova menni? Akkor hova mennél, de legalább egy évet ott kell lenned. Az az alja. Hát, szerintem bárhova. Szerintem bárhova mennék. Abszolút kipróbálnám, bárhol. Ne legyen annyira hideg talán. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.